A Krónikák első könyve, 18. rész Dávid győzelmei Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette a filiszteusoktól gátot falvaival együtt. Megverte Moábot is, és a Moábiak Dávidnak adófizető szolgái lettek. Megverte Dávid Hamátnál Hadadezert, Cóbá királyát is, aki az Eufrátesz folyamig akarta kiterjeszteni hatalmát. Elfogott közülük Dávid ezer harci kocsit, hétezer lovast, meg húszezer gyalogost, és megbénította Dávid a harci kocsik lovait, csak száz harci kocsit hagyott meg belőlük. Amikor a damaszkuszi arámok eljöttek, hogy megsegítsék hadadezert, Cóbá királyát, levágott Dávid huszonkétezer arám embert. Majd helyőrséget helyezett Dávid az arám damaszkuszba, és az arámok adófizető szolgái lettek Dávidnak. Így segítette meg az úr Dávidot mindenütt, ahova csak ment. Elvette Dávid az aranypajzsokat is, amelyeket hadadezer szolgái hortak, és Jeruzsálembe vitette azokat. Dávid igen sok rezet hozott el Tiphatból és Kumból, hadadezer városaiból. Abból készítette Salamon a rézmedencét, az oszlopokat és a rézedényeket. Amikor meghallotta Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid hadadezernek, Cóbá királyának egész haderejét, elküldte fiát hadórámot Dávid királyhoz, mindenféle arany, ezüst és résztárgyal, hogy békességgel és áldással köszöntse azért, mert hadat viselt hadadezerrel, és megverte őt. Hadadezer ugyanis tóival is harcban állt. Dávid király ezeket is az úrnak szentelte, azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet más népektől, az edómiaktól, a muábiaktól, az ammóniaktól, a filiszteusoktól és az amálékiaktól hozott el. A bisaj, Cerújá fia pedig megvert 18 ezer edómit a Sós völgyben. Dávid Edomba is helyőrséget helyezett el, és egész Edom Dávid szolgája lett. Így segítette meg az úr Dávidot mindenütt, ahova csak ment. Így uralkodott Dávid egész Izraelen, jogot és igazságot szolgáltatva egész népének. A hadsereg parancsnoka, Jóáb, Cerújá fia, a főtanácsos pedig Jósáfát, Ahilút fia volt. Cádók, Ahitúb fia, és Abímelek, Ebjátár fia voltak a papok. Savsá pedig a kancellár. Benája, Jójádá fia, a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt. Dávid fiai a legelsők voltak a király mellett.